Vasárnap is sokan kilátogattak a Kossuth térre, hogy megcsodálják a kiállított növényeket és a színes virágokból vásároljanak. Nem csak a megszokott növényeknek volt nagy sikerük, sokan álltak meg a kaktuszok előtt is, hogy egy-egy különleges példányt hazavihessenek. Ezúttal Bálint gazda tartott előadást az Ady Endre könyvtárban. Mesélt egyebek mellett a pályafutásáról, amely annak idején 60-ban kezdődött el. A gimnázium 6. osztálya után a 60-i család uradalmában kezdte meg a gyakorlatát, ahol az első héten az volt a feladata, hogy 4 tinót hajtson víradattól napnyugtáig. Legnagyobb kétségbeesésemre az első munkanapon már beosztottak, hogy 4 tinót kellett hajtanom. És takarmányt szállítottam be a hízók számára 4 tinóval. Rettenetesen unalmas dolog volt, de azért mégis tisztességesen elvégeztem, bár kétségbe voltam esve, hogy senki nem törődött velem. Emellett számos kedves emlék fűzi a városhoz, hiszen amikor később visszatért, már a kastélykertészetben dolgozott, így sok gyakorlati tapasztalattal gazdagodva hagyta el 60-t. Nem csak életéről mesélt, véleményt is formált a mai magyar mezőgazdaság helyzetéről. Szerinte nem szerencsés, hogy mindenhol csak búzát, kukoricát, repcét és napraforgót termesztenek szerte az országban. Emellett a cukorgyártás eladásával sem ért egyet. Óriási nagy tévedés volt az, hogy a cukorgyárakat eladták a külföldi tőkebefektetőknek, nem is annyira a cukorgyáraknak, mint inkább tényleg multiknak, és ennek következtében több százezer hektáron megszűnt a cukorrépa termesztés. Részletesen beszélt a zöldségekről is, elmondta, hogy sok olyan van, amelyet lassan kezdenek elfeledni, pedig nagyon hasznosak lehetnek. Ide sorolta a pasztinákot, a mángoldot és a csicsókát is, amelyet különösen a cukorbetegeknek ajánl. Végezetül kitért a muskátlik gondozására. Rávilágított, hogy a kerti és a futó muskátlik más-más igényűek, míg az előbbi a sok napsütést, addig az utóbbi a fél árnyékot kedveli. Azt is hozzátette, hogy ezek a növények is csak mint az emberek, nem szeretik az öregedést, ezért érdemes minden évben új tövet nevelni.